A Labdarúgó Akadémia 14 millió euróból 2,1 milliárd forintos MLS támogatással a szlovan elleni derbivel avatandó teljesen kész 12.800 férőhelyes aréna 29 millió euróért. A gyepen pedig a téli félidőben második hely a szlovák élvonalban. A Dunaszerdahelyi DAC, pontosabban DAC szezonjáról világi oszkár tulajdonossal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! E, hát, az az első kérdés, hogyha onnan indulunk, hogy a tavalyi bronzérem az a tulajdonos értékelése szempontjából egy erőnfelüli teljesítmény volt, vagy nevezzük inkább azt, hogy egy megelőlegezte azt a folytatást, amerre most halad a csapat? Hát azt gondolom, hogy a bronzérem az ugye utolsó meccsen vittük ki Rózsahegyen, és egy olyan csapatnak a teljesítménye volt, akit az első hat volt a kitűzött cél, a harmadikok lettünk, és ugye ez, én azt gondolom, hogy kicsit erőn feletti teljesítmény volt, mert kellett hozzá a közönség, kellett hozzá az a fajta eufória, mert a dacot övezi, és kellett hozzá az elszántság a játékosokban, ami benne volt, amit igazából a Rózsa egy meccsenetet erősen látni, hogy, hogy minden másodpercében benne volt a győzni akarás. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egy, az egy inkább egy ilyen plusz volt, és a, utána pedig az Európa Liga szereplés, Európa, Európa az, az meg már kicsit ilyen tanulás újra, hogy Igen, hát eleve a induláskor az ki lehet mondva, hogy ott tanulni kell, azért 25 év után szerepelt először a csapat nemzetközi kupában újra. Magával a teljesítménnyel a tanulás szempontjából elégedett voltál? Igen, én szerintem az, ami történt, ugye, ugye, ez egy nagyon érdekes négy meccs, ott már az első kettőn Biliszi ellen a Marko volt az ez, Mark Rossi volt az edző, utána már egy új edzőt váltottunk, úgyhogy hogy, a, hogy Na, ugye Bécsbe játszottunk csütörtökön, pénteken belépett az új edző, és a következő héten játszottunk a Minszka otthon, ami azt is elmérsz, hogy az edző lényegében a kis alig ismertem, és ennek meg is fizettük az árát, tehát ami viszont nagyon jó volt az, hogy megtanultuk, a, tehát meg, 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 meg az a tény, hogy képesek vagyunk a nemzetközi felkészülni, a szakmai stáb is, tehát minden a szervezés és a, együttműködése az UEFA-val az nagyon gördülékeny volt, és a másik meg az, hogy, hogy megtanultunk utazni, megtanultunk ott lenni, tehát, tehát mindaz, ami, ami, 25 éve nem volt a klubban, az egyszerűen ugye, sikeres volt, és, olyan érzése volt az embernek, hogy, hogy újra a ki focinak a része, ami egy ilyen a fiataloknak biztosan egy óriási érzés lehetett, hogy, hogy megtanulni azt, megérezni azt a sikernek azt a részét, amit hogy általában az ember a tévében lát, és akkor azt gondolja, uh -huh. hoppá, ez ilyen is van, és akkor mi is ott vagyunk már végre. Viszont a tavalyi bronz után, és látva ezt az őszi teljesítményt és a második helyezést, idén egy újabb bronzérmet azt már megtorpanásnak éreznél? Az ember az ilyen, hogy mindig többet akar. Én azt gondolom, hogy, 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 hogy ugye ma azt gondolom, hogy igen, de mondjuk mindig két lábla a realitástól talaján kell maradni a cél az első három volt, ugye azt mondtuk tavaly a szezon után, hogy és az ez évi szezon után, hogy szeretném minden évben nemzetközi meccseket játszani, hogy ennek két útja van a kupa, hogy az első három, a kupából kiestünk, most már az első három, és erre kell összpontosítani. Ugye azt is mondtuk, hogy a DAC-nak egyszer bajnoknak kell lenni, <kül> úgyhogy <kül> most sok minden mondás mellett, ugye az gondolom, első három hely az kitűnő helyezés, mert akkor újra emetkői szereplés lenne, biztos, biztos lenne emetkői szereplés de ugye ambíciók nélkül nem, nem érdemes focizni, tehát a mindig győzni kell, tehát itt, az itt is van az, hogy még játékban vagyunk az első helyére is. Az őszt is nézve teljesen elégedett voltál a magyar, a magyarországi magyar játékosokkal, a Kalmár Zsolt végleges megszerzése is mondjuk ennek a elégedettségnek az egyik jele? Igen, én azt gondolom, hogy a három magyar magyarországi állampolgárságú játékos, vagy, hogy így kell... Bonyolult ez, igen, a mi igen, azt hiszem, hogy, hogy mind a három játékos beilleszkedett a csapatban, a Zsolt az egy erős egyéniségévé nőtte ki a csapatba magát, ami ami őnek is jó, meg a csapatnak is jó, én azt gondolom, hogy a Zsoltnak ez hiányzott, ez a vezér, vezér egyéniségé, egyénység, egyénys, vezér képességének az átadása a csapatjátékába, tehát az, hogy, hogy amikor döntő pillanatok vannak, akkor tudott rúgni gólokat, amikor kellett, akkor pasztadott. Krisztoffer pedig nagyon sokat fejlődött. Én szerintem Krisztoffer tényleg ennek a szezonnak egyik nagy meglepetése a csapatban, és Máté meg ugye jön hozzá a formáját, hogy és, és építkezik, és azt gondolom, hogy, hogy, egy nagyon jó csapat, nagy csapat szellem van a das Ma a fiatalok, ugye átlag életkor 22 év, ami azt jelenti, hogy ott tényleg olyan, ezekkel fiatal embereket nagy súly nehezedik, mert hisz, 7500-as átlagnézőszámmal játszok a meccseket, és most már a tét meccsek is, vagy minden meccsnek ott a tétje, hogy, hogy a szlovannal harcolunk ugye a pontokért és az első két helyét. Tehát nem egyszerű ezeknek a fiataloknak helytállni, és azt mondom, hogy mindenki hozza a formáját. Volt edzőtök, Márko Rossi most a legutóbbi nyilatkozatában itt nálunk Kalmár Zsolt mellett a szlovanos Holman Dávidot is kiemelte, mint olyan játékosok, akik szerinte már megütik a szériá szintjét és hogyha már itt tartunk, akkor nem kéne a kreatív pozsonyi magyar légióst is egyszer a csaló közbe csábítani. Hát ennek több összefüggése van. Arra felé haladunk, hogy az anyagiak például, igaz? Igen, hát az, az, az ezért a, a szóval egy más költségetéssel működő klub, és megjelentett magának egy magasabb fizetésű játékosokat is. Mi, mi ugye azt a filozófiát választottuk, hogy fiatal játékosokkal játszunk, és ezt követjük is, következetesen arra is figyelünk, hogy, hogy építsük ezeket a fiatal játékosokat, ami azt jelenti, hogy, hogy úgy érzem, hogy mindenki játékosunk erősebb lesz a dasz ez köszönheti az edzői stábnak is, aki nagyon odafigyel az egyéni, egyéni képzésre is. És ugye a kihívás száll, ezeknek a fiatalok számára az, hogy tudják folytatni innét egy, egy nagyobb, nagyobb klubcsapatok felé, és tudnak aspirálni. Ez elég, tehát elég motiváció számukra ahhoz, hogy, hogy lehet, hogy egy kisebb fizetésű, kisebb, kisebb fizetésre klubba játszanak, de akik már elindultak egy úton, és magasabb a fizetésük, azokat nagyon nehéz áthozni a de vannak olyan példák, amikkel sikerült is. Tehát a dac már egy olyan légkör, amely, amely, a fiatalokat vonzza, és szerintem ad nekik reális esélyt arra, hogy innit erősebben távozzanak ezt látom a magyar játékosoknál is, de ugyanezt mondható el a néhány szlovák játékosunkról is, akik ugye angol, angliai klubokból jöttek vissza, és úgy érzem, hogy erősebbek van, mint amikor visszajöttek. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy a dasznak ez a útja, fiatalokkal játszani, fiatalokat képezni, és, és, akkor rá szoktatni őket erre a óriási küzdelemre, ami a a minden játékát jellemzi, fizikailag is felnőni arra, hogy egy, hogy egy is a hely, megállják a helyüket, és ezt, ezt, mondom, ezen a úton jó úton haladunk, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Tehát volna esetében azt gondolom, hogy nekünk arra kell figyelni, hogy amink van, azzal dolgozunk, és hogyha adódik lehetőség, akkor persze, hogy mindenki, arra Miért lett a kispadon Peter Hiballa jó útót? Hogyan építi ő tovább a dac stílusát? Sokan, többen azt mondják, hogy, hogy támadóbb szellemi futbalt képvisel az elődjénél, de alapvetően az a kérdés, hogy amikor te edzőt keresel, akkor melyek a legfontosabb szempontok, amiknek a dacnál meg kell, hogy feleljen a kiválasztott szakember. Hát az a legfontosabb szempont az, hogy mennyire képes... Dolgozni a fiatalokkal. <laughs> tehát a Rossz esetében nagyon fontos mérföldkő, a Rosszi behozta a csapatba a taktikát. Tehát mi tudtunk taktikusan játszani. Én úgy érzem, hogy a hogy megtanultunk fegyelmezettek lenni, megtanultunk egy adott taktika mellett 90 percen keresztül játszani, és megtanultunk taktikát változtatni a meccs alatt, tehát akár felállásban, és akár játékfelfogásban. És ez egy óriási plusz volt, amit rosszi a, a következetessége, a kemény önfejűsége és az a fajta egyéniség, ami benne van tűzön behozta a csapatba, és ettől egy ilyen kompaktabb csapattá váltunk, mert hiszen a mostani csapatnak a gerincét azok alkotják ki a rossz jahat, és a, játszottak a csapatban. Hibala egy más típusú ilyen, Edző a hibalában az van, hogy ő nagyon, nagyon <coughs> impulzív ember, tehát, tehát, nagyon erős érzelmekkel dolgozó ember, és, és nagyon imádja a, a támadó focit. Az első részben ugye minden meccsen hármat rúgtunk és mondjuk kaptunk egy és felett kettőt és a második részében a bajnokság kicsit visszafogtunk tehát megpróbáltam nem gólt kapni és rúgni egyet vagy kettőt és és akkor ugye azt hiszem hogy ez a, ez a, ez a belső visszafogottság, hogy visszafogta kicsit a hibala azt, azt a szándékot, hogy minden áron támadni és kicsit fegyelmezettebbé tette védelmet de én azt gondolom, hogy, hogy, amit ő nála pluszként el lehet mondani, az, hogy ez a hihetetlen képesség arra, hogy, hogy a egyénekkel úgy dolgozzon, hogy az egyén tűzbe jöjjön és akarjon többet és többet dolgozni. ugyan választom ki? ugye ez az első szempont, elfogadja, és azt látom, hogy van mögötte olyan tudás és olyan szakmai háttér, amely ezt biztosítja, hogy a számomra, hogy, hogy, ez a munka, ez a jó irányú munka, ez akkor már ez egy fontos kritérium, amiben, amiben, amikor amiben, döntök. Tehát a három jelölt közül, aki akkor, akkor számba jött, kettő olyan volt, aki út 19 szel foglalkozott többet előtte, mint átcsapattal, egyik pedig olyan volt, aki, aki tehát a felnőtt csapatot edzett, de, de, azt gondolom, hogy az utolsó két jelölt épp ez a fiatalokkal foglalkozó edző volt, és a hiba meg úgy jött a végére, hogy hogy azt éreztem, és azt Mondottam, hogy a szakmai tudása az nagyobb, mint elő, a másik A tavaszt majd a szóvan ellen kezditek, és hát a kérdés az, hogy elképzelhetőnek tartod-e akár azt, hogyha már megjött az étvágy, hogy ledolgozható legyen ez a hat pontos hátrány, vagyis az a nagy álom, ami majd nem erre a szezonra van előírva, hanem majd egyszer valamikor, az akár idén tavasszal is összejön. Hát ugye Szlovannal lesz kilenc pontunk még, tehát játszunk hár, három meccset, abból kettőt otthon, egyet a Szlovannon, kint Pozsonyban egy elég szoros meccset játszottunk, 3-2 volt, és tehát, esélyünk lett volna döntetlen is. Szóval egy nagyon jó csapat, tehát, az biztos, hogy a Szlovannak egy nagyon jó idénye van, új stadionja lesz, száz éves. A, 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 a alapításának évfordulóját ünnepik, tehát a szomában nagyon nagy a motiváció, és ugye már tavaly erre készült, nagyon sok játékost vettek, most tehát a játékosok sikerült beépíteni a csapatba, hát tavalyhoz képest a szóval egy kompaktabb csapat, de mi is ott vagyunk, én azt gondolom, hogy mi is fejlődtünk sokat, és azt, gondolom, hogy nagy harc lesz, A február 16-án játszunk az első meccset itthon, biztos, hogy egy óriási meccs, és ott szerintem már mindenki úgy megy, hogy, hogy két esélyes harc uh -huh. vagy Hát ezek forró meccsek, de ugye nem csak ez a párosítás izzik Szlovákiában. A végül hadd kérdezem, hogy hogyan változik a, a DASZ, mint egy különleges nemzeti kisebbségi és büszkeségi klub megítélése most az elmúlt időszakban a Szlovákiában, ahogy egyre jobb lesz a csapat, és ugye érvezi az anyország támogatását és szurkolók részéről, egyéb állami részről is nehezebb így, vagy könnyebb? Jobban elfogadnak, vagy irritálóbb az, hogy hát a magyarok ennyire jók és aranyat akarnak majd egyszer? Nem, én szerintem mindenki, inkább azt gondolom, hogy mindenki azt tekinti, hogy, hogy mennyire, mennyire gyorsan építkezünk, ami infrastruktúrát illeti, az, Biztos, hogy a többi klub is szeretne hasonlóan ö, gyorsan nőni, de, de szóvák kevere nincsenek, meg a feltételek. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy persze a fociban mindig a győzelem játszik az ember, hogyha az ellenfél látja, hogyha egy infrastruktúrális hátterem az erősebb, akkor ezzel előnybe kerülök. Tehát van egy ilyen gondolkodás is, meg olyan gondolkodás És Van egy, aki azt mondja, hogy igen, szeretnék, és jó, hogy ez, az, ez történik, mert a szlovák focit erősíti. És van egy olyan gondolkodás is persze, hogy, hogy akkor a Dac erős lesz, és akkor ugye ez lehet, hogy nem lesz jó a szlovák bajnokság. Én azt gondolom, hogy első rész az igaz, az, hogy, hogy, hogy erősítjük a szlovák bajnokságot. Szerintem egy színfóttja vagyunk a szlovák bajnokságnak, és, és mi azt gondoljuk, hogy a foci az, az, a dacsa jobb lett a Szlovákiában, és erősebb lett. És ennek én azt gondolom, hogy mindig lesznek irigyek, de hát az élet az ilyen. Hát további erős folytatást kívánok. Köszönöm hát szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm.